Így néz ki a kert március 11-én, miután nagy részbe a szalmatakarást levettem, azért néhol látszik, még rajt hagytam, azért, hogyha lemegyek, akkor jobban be tudjam mutatni, hogy milyen volt, és milyen most. Rögtön, ahogy belépünk balra, itt már bújik a tárkony. Nekem célom, hogy az év minden napján a családomat és a vendégeimet a saját kertemből tudjam zöldségekkel ellátni. Ez itt fokhagyma, ami az őszi, ez 300 fej, és oda mögé a saláta után még fogok tavasziból szintén 300 fejet rakni. Erről a salátáról azt kell tudni, hogy ez egy tépő saláta, és ősszel, miután letéptem a leveleket, a torzsát eldugdostam, és ez most be fog indulni, ebből ismét lesz saláta, abszolút takarás nélkül nem fagyott el. Ez pedig a belépés után a kert jobb oldala, lehet látni, hogy itt a talajtakarás alatt a vakondok azért rendesen megjárták a területet, és semmiféle vegyszert nem használok, és a tóból, az erdőből hozok föl húszos földet, ezzel sok lótetű is bekerül a kertbe, ez elég sok bosszúságot okoz, de úgy gondolom, hogy előbb-utóbb helyre fog állni. Itt ezek a vakondok most azért dolgoztak, hogy ami gondolom, ahogy átteleltek a lótetük, akkor azért csak elfogtak belőlük sokat. Tehát itt még egy rész le van takarva, ez a legkésőbbi vetés, ez októberi. Itt ebben sárgarépa van, cékla, és mögötte pedig a fekete retkek, majd arrébb megyünk. Azt is megmutatom. Tehát ebből bizony, hogy amíg az újak nem indulnak el, innen fogok tudni annyit kivenni, amit folyamatosan naponta az asztalra tehetek. Ez egy kísérleti rész. Most még egy kicsit ágról szakadtan néznek ki, mert most lettek kitakarva, de ezek gyönyörűen be fognak indulni. Még van spenót, saláta, borsmustár, itt a takarás alatt nem fogyott el, mert itt is jól lehet látni a vakondok munkálkodását. És akkor itt a késői cékla még így a takarás alatt. És ugye kicsit arrébb jövünk, itt pedig lehet látni, ami még bent maradt. Elsősorban jobb oldalon, itt a kerekrépák. Hát ebből még fantasztikus ételeket tudunk főzni. És aztán itt lehet látni ez a fekete retek. Tehát ez egy teljes sor, ahogy látjátok. Gyönyörűen nem fagytak el, újra élednek, és hogyha jól megnézzük, itt a túloldalon még a tavalyi hónapos retekből, én nem voltam elég ügyes, a hó alatt és a szalmatakarás alatt még bent maradt néhány darab. Jól látható a fekete retek, milyen jó állapotban vannak, és akkor itt egy kicsit még a sor, ez pedig a kerekrépa, és a takarás az így néz ki. Tehát ez is még be van takarva, ez egy a 20 centi szalmatakarás. Tehát itt is teljesen gyönyörűek a növények alatta, úgyhogy volt mínusz 20 fok is, és az sem viselte meg őket. Ha egy kicsit tovább jövünk, akkor itt pedig lehet látni, hogy még az ellerek milyen jól érzik magukat. És szintén folytatódik a takarás, ahol még nem szedtem le. Ilyenkor a takarást le kell szedni, mert nagyon hosszú ideig nedvesen tartja a talajt, és a következő vetéseknek ez nem jó. Ilyenkor ledepózom a szalmát, és utána a vetés után visszakerül. Átfordulunk a másik oldalra. Itt korábbi vetésű céklák voltak. Sem voltam elég ügyes, mert néhol lehet látni egy-kettő darab azért itt maradt bent, de itt lehet látni, hogy ezek is milyen jó állapotban vannak. Gyönyörűen hajtanak, és még ez vissza van. Tehát ezt még tudjuk edni, addig, amíg az ujjak nem fognak érni. Itt pedig még lehet ebből a borsmustárból legelészni, ezt még a mínusz 20 fokos fagy sem vitte el, arrébb egy 10 méterre, ott viszont megfagyott, úgyhogy ez is nagyon érdekes. Most elkezdtem a borsónak előkészíteni a földet, ezért ezek útba voltak, ezek a kelbimbók, ezeket most kiástam gyökerestül, és arrébb fogom ültetni egy kicsit, és akkor ebből még majd lehet szedegetni. És akkor itt is a fokhagyma. Egyik részét egy kicsit megkapáltam, de még nagyon, nagyon vizes. Tehát azért lehet látni, hogy 20 cm hó elolvadt, tegnap előtt volt egy napos eső, és mégis milyen jó a talaj, tehát már rá lehetett menni kapálva. Tehát itt majd folytatni fogom. És itt van egy olyan kísérleti rész, ahova sárgarépát vetettem decemberben. Ez egy lutri, hogy ebből mi lesz, de hát mindig tanulni kell. Tehát itt kicsit tovább, itt lehet látni, hogy ledepoztam a szalmát, és ott a végén még a cékla ott is ott van. Ma itt lehet látni még ezek a céklák, fantasztikusak, és ez még itt is van jó néhány darab. És ez a kedves kis
kis borsmustár, ez is túlélte a fagyot, abszolút nem érintette. Szóval ez nagyon érdekes, 400 négyzetméteres konyhakertem van, és hát ekkora különbségek vannak, hogy egyik részen teljesen elfogy, ez meg ilyen vidáman éldegél. És a kert túloldalán is vidáman zajlik az élet. Kertből kinézve ott lehet látni, a tó az még be van jegesedve, a libák már elkezdtek tojni. És majd bemutatom, mert hát az első kis csirkék is meg kikeltek, úgyhogy valóban indul a tavasz, el lehet kezdeni a kerti munkálatokat. Ez most itt egy munkaterület, ugye itt volt a káposzta, meg még néhány kelbimbot ki kell ásnom, akkor a felső réteget, a tyúkurt leszedem, utána ásó villával egy kicsit meglazítgatom, megkapálgatom, és akkor ide fogom tenni a borsót. Most, hogyha itt tovább nézünk, akkor itt is le van depózva már a szalma. Ez egy rukola vetés volt, és ezt úgy vetettem, hogy egy időben vetettem a rukolát a sárgarépával. Gondoltam, hogy ez egy ilyen tesztterület lesz. Aztán azt gondoltam, hogy nem is lesz a sárgarépából semmi. Ezt most bemutatom, milyen fantasztikusan jól érezték egymással, egymás mellett magukat. Itt nem nagyon lehet látni. Néhol megbontottam, hogy jobban lehessen észrevenni őket. Tehát itt tele van. És nem sorba vetettem, mert a lótetővel ugye hadakozok, és így 20 cm szélesen vetettem a sárgarépát, hogy elszédüljön a lótető, ne tudja megenni az összes magot, de hát nem is sikerült neki. Majd megyünk arrébb is. Ott például a túloldalon lehet látni, hogy kibontottam, hogy az egész sor láthatóvá váljon. Hát ez most március. Egy márciusi kert. És ez ugye rukollával együtt volt, és szalmatakarás alatt. Tehát ez teljesen jól működik. Itt meghagytam még ezt a rukolát, borsmustárt, kinek hogy tetszik jobban. És akkor itt jól lehet látni, ahogy folytatjuk, hogy két-három sorba is, ugye ott is van sárgarépa. Ott balra, legbalra az fekete retek. Megfordulunk és onnan is megnézzük, hogy jobban lehessen látni. És megmutatom, ez pedig egy mini verem, ezt azért csináltam ide, hogy ha nem tudok rámenni a földre, vagy nagy hó van, akkor is tudjam kiszedni. Tehát egy sort kiszedtem, és azt ide betettem, de teljesen jól működött ez is. Itt lehet látni, hogy újra hajt, teljesen friss, nem fagyott el, és minimális takarás volt rajta. És innen elfordulunk, visszafele, ellenkező irányba, akkor itt pedig még az ellereket lehet látni, akik szintén nagyon jól érzik magukat. Itt ezt nem tudtam, hogy van, és akkor a háromat ki is fordítottam, de ez is teljesen egészséges. És akkor ez innen, hogyha megfordulunk, vissza a rukola földbe, ugye itt lehet látni, hogy így kezdődött, és ebben benn vannak a sárgarépák. Tehát így elfordulunk, szépen, akkor itt két sorba lehet látni, így végigkövetjük, ahogy beérkezünk itt a jó kis rukola erdőbe, ami teljesen tökéletes, ott a háttérben lehet látni a fekete retkeket, majd azt is megnézzük közelebbről. Így szépen bújunk be a rukola alá, de borsmustárral, és ott is vidáman, ott vannak a kis répácskák. Na, hogy még jobban lehessen látni, tehát itt a bal oldalt az ellersor, aztán ott van 1-2-3 sárgarépa, aztán ott van a fekete retek, aztán mellett egy újabb sárgarépa, amit novemberben vetettem, amellett a fekete retek, amellett a cékla. És még ott közben még van kerekrépa is. Tehát ez most így néz ki, egy ekkora területen ez lehet egy olyan 50 négyzetméter, szóval még mindig ennyi élelmiszer van márciusban a kertben, amit hasznosítani tudunk. Ezt a céklát meg a sárgarépát rövid tenyész idejűt kell vetni évvégén. Én októbertől kezdem, és hát vagy bejön, vagy nem. Van, amikor elég gyorsan maxárba megy, de addig is a leveleit, azokat lehet enni. Tehát itt még rajta maradt a takarás, és majd ott közelebb menjük, akkor megmutatom ott is, hogy takarás után hogy néz ki. Úgyhogy ott lehet látni, hogy itt szédítettem a lótetüket, sikeresen. Itt is, ugye? Fekete retkek, valós, finom, egészségesek. Itt van a rukola alatt is, még lehet látni, hogy ott vannak. Csak így, ilyen szélesen
ilyen szélesen vannak a répácskák. Ezt lehet látni, amelyeket később, korábban vetettem, tehát ez talán már akkor lehet, hogy október elején előtt volt, mondjuk augusztus végén, ki a fene emlékszik, már régen volt, annak így elmegy a lombja. Ez már megérett arra, hogy kiszedjem. És akkor itt lehet látni. Ez a legegyszerűbb módszer, és ez csak munka, szeretet, és nem pénzkérdés. Hát így néz ki most. Egy életet adó, és élelmet adó, és boldogságot adó kert. Hamarosan indul a weboldalam, aminek a hírlevelére föl lehet iratkozni majd ennek a videónak a végén is. És szeretnék indítani egy országos mozgalmat, aminek az a célja, hogy az értékteremtőket bemutatom, akikhez csatlakozni lehet, és akiktől olyan információkat lehet beszerezni, ami az élhető élettel kapcsolatos. És megkönnyítheti mindenkinek az életét, aki önmagáért, a környezetéért és egy összetartó közösségért tenni szándékozik. Jöttünk a tyúkudvarba. Itt is a legegyszerűbb módszereket alkalmazom. Természetük szerint tartom az állataimat, itt vannak a kutyák, akik megvédik őket, és itt van a kökénybokorba egy ülő, ahol fönn ülnek, és aztán reggel útra kelnek, és igyekeznek összeszedni nekem minél több rovart, hogy ne okozzanak gondot a gyümölcsfáimnak. És itt pedig a totlós, és alatta már kelnek a csibék. Így az első kis kopasz vitézkém. Itt pedig a gyümölcsfák meccésre várva. Megérkeztek a vadkacsák is. És telik meg élettel. Itt minden. A tó még egy kicsit jeges. De már hamarosan ez is elolvad. Itt pedig, ahogy említettem az előbb, folyik a szorkos munka. Baromfi társaság munkába állt. Itt pedig bújik a medvehagyma. Üde frissességgel töltse meg a salátáinkat. És itt már igyekszem csöndben részévé válni a természetnek. Veszélyen helyettem a természet és a képek.
tisztaságért a forrásokig kell elmenni. Hó után, eső után a komposzttal ágnyesedékekkel dúsított talaj már homokfürdőre is alkalmas a tyúkoknak. Na és ezzel be is fejezem ezt a kis filmet. Most 13-án találkozhattok velem a Duna TV Ridicule című adásába, akit érdekel. További szép jó napot mindenkinek! Thank you.